utca. Szia! Képzeld el, az a meglepetésed, hogy én viszlek el edzésre. Eljössz velem? Gyere! Szia! Indulunk, jó? Várod az edzést? Igen. Igen? Tesódat őt hogy hívják? Liza. Utca és Liza. Ő hány éves? 8. És te hány éves vagy? 11 leszek augusztusban. Képzeld el, nekem is augusztusban van a szülinapom. Milyen napokon szokott az edzésed lenni? Hétfő, csütörtök, péntek. És a suliba is vannak barátnőid? Igen. És ki a kedvenc tanárod? Szandra néni. Milyen tantárgyat tanít? Irodalom, nyelvtan és természet. Aszta! És mi a kedvenc tantárgyad? Tesi. Tesi. Nekem is a tesi volt. Emlékszek ám rá, tavaly nyáron mi találkoztunk, nem? Uh-huh. És képet is csináltunk, igaz? Igen. Igen. Megvan még az a kép? Igen, ki van az íróasztalomon. Tényleg? Igen. Oj, de aranyos vagy. És mesélj még magadról például. Kedvenc számod? Manuáltal a tiara. Ja, hogy a zeneszámra gondoltál. Manuel tiara, az nagyon jó. Ja, és a mert messz... melyikre gondoltál? Én arra gondoltam, hogy melyik a mondjuk ötös, vagy hogy a messzámod. 15. Mert az a messzámod. Az a messzám. És miért 15-ös? Már 15-én születtem. Meglepődtél nagyon, amikor megláttál? Igen. Igen? Nem tudtál semmit? Semmit. Hát akkor remélem, erre emlékezni fogsz. Az biztos. Jönnek vissza az emlékeim, én is nagyon sokszor jártam erre. Jó kis ikervári csarnok. És akkor itt megyünk balra, ugye? És meg is érkezünk. Oké, kiszállás, végállomás. Hát akkor nagyon ügyes legyél az edzésen. Örültem, hogy elhozhattalak, remélem jól érezted magad. Úgyhogy kérek egy nagy ölelést. Vigyázz magadra, jó? Jó. És ügyesen. Egész után úgy éreztem, mint hogy csak álmodnék. Tényleg? De cuki vagy. Hát ez pedig a valóság. Én annyira izgatott voltam, de nagyon kis cuki vagy.